Település marketing, helyi érték, szociális szövetkezetek. Ezek voltak a témái annak a szabadtéri regionális rendezvénynek, melyen az önkormányzati fejlesztések mutatkozhattak be. Életmentő tanácsokat, mentési szituációkat és mentési eszközöket is megismerhettek az érdeklődők a hajdunánási mentőállomás nyíltnapján. Negyed évszázada dolgoznak a lakosság biztonságáért. A Hajdunánási Polgárőr Egyesület ünnepelte 25 éves fennállását. Szeretet Híd, a Hajdunánási Református Egyházközség hagyományos programján a diákok igéskártyákat osztottak, virágot ültettek, mosolyt, figyelmet, szeretetet osztottak. Népi, ügyességi játékok és sporttevékenységek is várták a napsugárovisokat a családi és sportnapon. Maklári ünnepség, névadójuk emlékelőt tisztelgett a Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye. Mezei futóbajnokságon versenyezhettek a környék leggyorsabb diákjai. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Nagyszabású szabadtéri regionális rendezvénynek adott otthont Hajdunánás május 23-án. A délelőtt folyamán bemutatkoztak a régió szociális szövetkezetei, elsősorban a termékekkel, és előadások hangzottak el település marketing szociális szövetkezetek témakörökben. A program a Belügyminisztérium önkormányzatok koordinációs irodájának szervezésében az önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése 2 kiemelt projekt keretében valósult meg. Színes forgatag fogadta a járókelőket Hajdunánás főterén május 23-án kedden már a délelőtti órákban. A Belügyminisztérium által szervezett eseménysorozat 5. állomásaként ugyanis Hajdunánáson mutatták be az Észak-Alföldi régió értékeit, hagyományait. A vendégeket Szollá Tibor polgármester úr köszöntötte. Szerintem minden település, ahol jelentős közfoglalkoztatás van, ez most egy nagyon komoly téma, hogy hogyan lesz tovább közfoglalkoztatás, hogy hogyan fog tovább menni a szociális szövetkezeti rendszer, hiszen azt látjuk, hál' Istennek, hogy üresednek ki fel a programjaink, legalábbis abban a tekintetben, hogy a jó szakembereket, azokat az embereket, akik egyébként hardrafoghatók az elsődleges munkaerőpiacon, szép lassan kiszivárognak a rendszerből, és marad egy olyan része a közfoglalkoztatásnak, aminek nyilvánvalóan megoldást kell találnunk. Ez egyik része, de van egy örömteli része is, hogy erre sem van, ami nem örömteli, de van a szociális szövetkezeti programjaink, amire pedig azt gondoljuk, hogy hosszú távon is szeretnénk úgy tekinteni, mint amelyek meg fogják állni a helyüket az elsődleges munkaerőpiacon. Ebben nyilvánvalóan van egy sor olyan probléma és kérdés, amire én is kíváncsian figyelek, és remélem választ fogok kapni, hogy hogyan lehet mondjuk azt megtenni, hogyha valaki mezőgazdasági programmal rendelkezik, és ugye ma két kategória van a rendszerben, az egyik a kistermelői rendszer, a másik pedig a EU számmal rendelkező bármilyen élelmiszerüzem, és a kettő között kell megtalálnunk a lehetőséget, ami nagyon nehéz, hiszen egyikből átlépni a másikba legalább egy szociális szövetkezeti rendszer szintjén is 100 milliós nagyságrendet jelentene, erre lenne egyébként ilyen jellegű forrás. Számadó Róza, a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációs iroda főosztályvezetője röviden szólt azokról a jelentős változásokról, amelyek úgy 2011 táján indultak el az önkormányzati szférában. Jelentősen alakul át, ezt polgármesterek pontosan tudják, hogy milyen mélyreható mértékben alakul át. 2011 óta az önkormányzatok világa, az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok szerepe, az állampolgári elvárások, tehát hogy ez az egész világ, ez az egész terület átalakul, és azért, hogy talán ezt tudjuk egy kicsit jobban tenni, azért, hogy jobban ismerjük, hogy mit gondolnak erről az emberek, mit gondolnak erről a polgármesterek, 3 kutatás megvalósítását írta elő számunkra az irányító hatóság, és a 3 kutatás közül mi nagyon röviden koordinációs településmenedzsment és információ gazdálkodási kutatásnak szoktuk ezeket hívni. Ez a rendezvénysorozat, ez kifejezetten a 2. kutatás, az a településmenedzsment kérdésköréhez kapcsolódik szorosan. És igen, pont erről beszélgettünk a rendezvény előtt polgármester úrral, hogy mik azok az új módszerek, lehetőségek, mik azok az új lehetőségek, vagy mik azok az új elvárások,
aminek a mentén ezt tovább lehetne folytatni, ami annak idején a közfoglalkoztatással elindult, és itt több olyan a szociális gazdaság területét érintő lehetőségről beszélhetünk adott esetben, ami segíthet abban, hogy a települések a településmenedzsment során adott esetben sikeresek legyenek, a saját maguk számára sikeresek legyenek az állampolgáraik számára. Ezt követően előadás hangzott el például a 2018 évi költségvetésről, az abban található prioritásokról, az önkormányzatok finanszírozásáról, a helyi termékek piacra jutásáról, vagy éppen a ma már megkerülhetetlen tudományágról, a település marketingről. Az előadásokkal párhuzamosan a téren felállított pavilonokban bemutatkoztak az Észak-Alföldi régióból érkezett települések szociális szövetkezetei és az általuk készített termékek. Jász Nagykun Szolnok megyéből érkezett a Jász Szent Andrási Szociális Szövetkezet, ahol, mint Kázmér Vivien projektmenedzser mondja, egyelőre még csak homoktövis ivólevek feldolgozásával foglalkoznak. Annó a volt polgármester úr találta ki, hogy homoktövis ültetvényt fog csinálni, létrehozni. Először 6 hektárt ültettek az önkormányzat, majd utána még 3 hektárt. Így van 9 hektár ültetvény a Jász Szent Andráson. Ezt dolgozzuk mi föl. Ezután jött létre a homoktövis feldolgozó kisüzem Jász Szent Andráson. Most egyelőre azért van csak egy termékünk, mert csak a léfeldolgozáshoz van, gyümölcslégyártáshoz van gépsorunk. Majd szeretnénk még velőt, bogyókat, ilyen mézzel keverve, vagy még több fajta terméket, lekvárt esetleg, majd idővel. Ugye még most indultunk be nemrég. 2011-12 körül lett ültetve az első 6 hektárnyi ültetvény, akkor még eladtuk. Volt egy, akitől megvettük a magát a kis csemetéket, és ő neki adtuk el értékesítésre. Mi meg most vettük meg idén először, nem idén, hanem tavaly először az önkormányzattól a szociális szövetkezet a bogyót. Addig máshova értékesítettük, és más dolgozta föl. A fák hűvösében a hajdunánási helyi sajátosságok asszonyai, lányai szorgoskodtak, mutatták be a kíváncsiskodóknak, hogyan készülnek hagyományos és a hagyományokat újra gondoló termékeik. A balmazújvárosiak sokakhoz hasonlóan különféle száraz tésztákkal érkeztek, és az érdeklődők ki is próbálhatták, hogyan kell a csigaborda és a tű segítségével pergetni a szép hajdúsági csigatésztát. Napról napra csinálnád, és akkor profi lenni. Természetesen a bemutatón ott volt városunk első márkája, a nánási portéka is, a már tőlük megszokott gazdag kínálattal. Tisza Ős mintegy 1500 lelket számláló község Jász-Nagykun Szolnok megyében. A helyi szociális szövetkezet egyelőre még csak száraz tésztagyártással foglalkozik. Száraz tésztáink vannak, leves tésztákat, köret tésztákat gyártunk, 8 tojásos, 6 tojásos, igény szerint esetleg, aki igényli tojás nélkülit is, tudunk gyártani 4 tojásosat is. A szorgos kezű tiszaősi asszonyok kóstolónak valami egészen különös finomságot hoztak. De ez finom. Ez tényleg finom. Egy stíriai metélt, kakaót tettünk a cérna metéltnek a tésztájába, azzal dolgoztuk ki, és így lett megsütve, hogy kakaós a tészta. A pavilonok sorában messze kitűnt a hajdunánási tartósító és építő szociális szövetkezet sátra, ahol sokan megkóstolták az ízletes termékeket. A szövetkezet annó szinte első között jött létre országos viszonylatban is. Az indulásunk óta elég komoly fejlődésen mentünk keresztül. Ugye annak idején kezdtük egy jó pár éve a savanyítással, tehát a zöldségfeldolgozással. Lassan beépült a technológián közé a húsfeldolgozás is, tehát a sertés húsfeldolgozás, és a mostani bemutatóra is savanyúságot hoztunk, illetve mangalica sertés hús termékeket, amit meg is lehet kóstolni. A kiállítók portékáikat elsősorban helyben vagy környékükön igyekeznek elhelyezni. Jelen pillanatban áruljuk a környező piacokon, a településünkön, és szeretnénk még minél tovább, meg egy boltba már áruljuk, Vecsésen a CBA-ba. Ott már ott megtalálható a bolt polcain a termékünk. Próbálunk a közétkeztetésbe beférkőzni, ami nem olyan könnyen megy, és piacokra járunk. Most egy pályázatot nyertünk meg, és abból
vannak a bevételeink igazándiból, és akkor így teljesen fordíthatjuk a eszközbeszerzésre, ami van, és a pályázatunk pedig a bérünket fedezi. Régebben a helyi piacokon, fesztiválokon, ilyen bemutatkozásokon vettünk részt, és ott értékesítettünk. Viszont, hogy nekünk is bővül ki a tevékenységünk, így más piaci forrásokat is kerestünk el. Több étteremmel vagyunk kapcsolatban, közétkeztetéssel vagyunk kapcsolatban, ami jelentősen több mennyiségű árut vesz fel, mint az eddigi piacok. A Hajdunánási Szociális Szövetkezet mintegy jó éve egy különös konyhatechnológia alkalmazásával bővítette termékeinek palettáját a sous-vide főzési eljárással. Ez a technológia csak nekünk új, ez egy régebben kifejlesztett technika már. A lényege az, hogy a húsokat olyan előkészített formában már levákumcsomagoljuk, ahogy majd meg is akarjuk sütni, főzni. Tehát az elsődleges lépés az a vákumcsomagolás. Ugye a vákumcsomagolásnál tehát se kifele, se befele nem tud a termék úgymond se súlyvesztesége nem lesz, se fertőződni nem fog. Tehát az első lépés a vákumcsomagolás. Másik lépésben egy viszonylag magas hőmérsékleten hosszú ideig kezeljük a terméket. Ezt termék fajtája válogatja. Valamit 75 fokon, valamit 72 fokon, de a hosszú idő az minden esetben 12, de akár 24 óra is lehet. Az elkészülést követően gyorsan, tehát sokkoló hűtéssel lehűtjük a terméket, és így kerül hűtőbe. Tehát ez 0 és 5 fok között kell ezeket a terméket tárolni, és a minőség megőrzés ideje az minimum egy hónap. Az érdeklődők a technológia kiválóságát a helyszínen is megtapasztalhatták Ferenci Endre kreatív séf közreműködésével. És körülbelül mennyi idő elég is volt, hogy elkészüljön az étel? Amennyi a köretnek kell, hogy elkészüljön, annyi idő alatt elkészül ez a vastag húszszelet is. Ez a nap ismét jó alkalom volt arra, hogy a települések önkormányzatai megmutassák azokat a jó gyakorlatokat, amelyek során a helyi közfoglalkoztatás egy-egy területéből létrejöttek, létrejöhetnek a szociális szövetkezetek. Azok a gazdasági formációk, amelyek alkotó elemei lehetnek a vidék népesség megtartó erejének. Mit tegyünk vészhelyzetben, milyen segélyhívót hívjunk, hogyan nyújtsunk szakszerűen elsősegélyt, vagy mire való egy-egy életmentő eszköz? Többek közt ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok, akik ellátogattak a Hajdunánási Mentőállomás május 20-ai nyílt napjára. Szirénázó mentőautó, szikrázó napsütés és rengeteg jókedvű mentős kolléga fogadta az érdeklődőket május 20-án szombaton a Hajdunánási Mentőállomáson. Első alkalommal fogalmazódott meg az ötlet, hogy egy nyílt nap keretén belül bárki ellátogathat a mentőállomásra. Ez a rendezvény első alkalommal került megrendezésre. Néhány hónappal ezelőtt a kollégáimmal beszéltük ezt, és fogalmazódott meg bennünk, hogy alapvetően ugye a mentőellátás az egy sürgősségi ellátás, és sok esetben nincs lehetősége sem a betegnek, sem a hozzátartozóknak kellőképpen tájékozódni az adott szituációkról, az ellátásokról, és arra gondoltunk, hogy hirdettünk egy városi nyílt napot mindenki részére, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, ahol lehetőségük van, ugye egyrészt az eszközeinket megismerni közelebbről, lehetőség van különböző munkafolyamatainkat megismerni, és lehetőség van olyan kérdéseket feltenni, amit esetleg ellátás közben nem tudtak feltenni, vagy vannak olyan megfogalmazódott kérdések, amikre szeretnének mi tudunk választ kapni. Közvetlen beszélgetéssel próbálták a mentősök még érthetőbbé és érdekesebbé tenni az ellátási folyamatokat. Több eszköz kipróbálására is lehetőség volt.
valamint ingyenes vizsgálatokon is részt lehetett venni. Megtekinthetik a mentőautót, az eszközöket, lehetőség nyílik ugye a laikus szintű újraélesztésnek a megtekintésére, illetve gyakorlására is. Megnézhetik a különböző eszközeinket, a vérnyomásmérés történik, vércukormérés, 12 elvezetéses EKG, megtekinthetik azt, hogy hogy történik a betegnek az emelt szintű légútbiztosítása, intubáció révén, különböző légtagrögzítő eszközöket, sineket tekinthetnek meg, és mindezekre lehetőség nyílik, hogy ki is próbálják, és eközben egy pár beszéd keretében a különböző ellátásokról is beszélünk, és akkor a kérdésekre tudunk választ adni. A kicsiknek talán a legjobban a szirénázó mentőautó tetszett. Megismerkedhettek az érdeklődők az intubálással, amit egy babám mutattak be a légutak biztosítása céljából. Látom a hangrést, kérem a buzsit. Buzsé, kezedbe. Buzsi áthaladt a hangrésen, kérem a tubust. Tubus a kezednél, buzsé fogva. Jó, a tubust akkor 24 centinél tartom, fújják, buzsit húz ki, és akkor fújjátok fel. Buzsé kihúzva. Kapfot. Kap, felfújva, rögzítve. Kérem a ballont. És akkor szóljátok, hogyha a kapnográf mutat, jó? Jó, jó. Lélegeztek. Jó, mutat a kapnográf? Igen. Jó, és akkor én meg ráhallgatok. Minden korosztály számára érdekességnek hatott a bemutató, ezért is fontos, hogy minél kisebb korban megismerkedjenek az első segélynyújtás fontosságával a gyerekek. Nézd csak, ezt a mancsát ide tesszük a fejem elé, a másikat ide tesszük az arcához, megfogjuk a mancsát és fordítsuk oda. Hopsz! Ez az! És így már kap elegetezünk. Oda tudod, itt a tejusz. Na gyere, csinálj ezt! Velem, ugye, hogy mutattad, ezt a mancsát tettük el. Hogy a vérlesztőm, nem kell fel. Ezt a mancsát tettük ide. Jó, a másikat tedd itt az országot. Jó, most ezt megtartod, és csak nem hallod, nem hallod. De gyakorlatilag bármelyik korosztály, de lefőképp a gyerekeket, akik igen fogékonyak ezzel kapcsolatban, ugye a gyerekekkel nyilván jönnek a szülők is, és hát így megismerkednek mindennel, és sokkal bátrabban mernek már kérdezni, már látszik néhány perc után, miután megnézik az újraélesztést, ők is lehajolnak, kipróbálhatják a mellkaskompressziót, a lélegeztetést, sokkal bátrabban nyúlnak mindenhez itt az eszközökhöz, és sokkal kommunikatívabbak ezt követően. Azt gondolom, hogy maga a sürgősségi ellátás az egy olyan terület, ahol maga az első segélynyújtás rész, ami azért már általános iskolás kortól, szakközépiskolában, gimnáziumban, és ugye a felnőttek részére is ugye alapvető fontosság, hogy addig, ameddig a mentő kiér, tehát addig alapvető dolgokat tudjanak megtenni, boldoguljanak a vérzés csillapítással, ha van egy hirtelen légzéskeringés összeomlás, el tudják kezdeni az újraélesztést, amivel egyébként telefonos segítség kérést követően, a 112-t követően egy telefonos segítség is van az újraélesztés elkezdéséhez, tehát egy telefonos támogatás kap az, aki ebben nem járatos, és én azt gondolom, hogy ez segíti az első segélynyújtási ismereteknek is az elmélyülését, illetve itt a kérdésekben ugye meg tudjuk beszélni mindazt, ami esetleg nem tisztázott az érdeklődők körében, és ez azt gondolom fontos minden korosztály számára, hogy addig, ameddig a mentő kér, addig mindent meg tudjanak tenni önmagukért, vagy akár hozzátartozóikért is egyaránt. Ugyan még csak első alkalommal rendezték meg a nyílt napot a mentőállomáson, a szervezők elmondása alapján mindenképpen lesz folytatása, ami által még több ember megismerheti ezt a csodálatos hivatást. 25 éve vigyáznak a rendre városunk polgárőrei. Az Egyesület május 20-án a járási polgárőrnapon ünnepelte a jeles évfordulót. A rendezvényen a házigazdákon kívül jelen voltak a hajdunánási járástelepülés vezetői, polgáregyesületei, valamint Tóth Attila megyei polgárőrszövetség elnöke és Vince István a hajdunánási rendőrkapitányság kapitányság vezetője is. Jeles alkalomra gyülekeztek május 20-án szombaton, már a kora délelőtti órákban a hajdunánási járás polgárőr szervezetei a Kenderes kertben. Ezen a napon tartotta ugyanis a Hajdunánási Polgárőr Egyesület jubileumi 25. születésnapi ünnepségét.
A résztvevőket a települések vezetői üdvözölték, megköszönve a tagság önkéntes, áldozatos munkáját. A polgárőrség gyökereit valahol a rendszerváltás környékén kell keresni, idézte emlékező beszédében Ambrus Antal, a Hajdunánási Egyesület még egyetlen aktív alapító tagja. A rendszerváltásnak az is lett a következménye, hogy az addig működő biztonsági rendszer meggyengült, megszaporodtak a bűnözések. Ennek a káros és veszélyes folyamatnak a megállítására csoportokat alakítottak ki az állampolgárok saját környezetük megvédése érdekében. Ezt a lehetőséget Hajdunánáson is felismerték, így alakult meg 1991. október 28-án a Hajdunánási Figyelő Bűnmegelőzési Egyesület. Az alapító tagok csupán egy párat említek, Albert Ferenc, Ambrus Antal, Faragó Ferenc, Nagy Gábor, Szoboszlai Gyula. Akkor még nem volt olyan, hogy támogatás, meg támogatók, meg hasonló, hanem akik úgy gondolták, hogy szeretnének rendet csinálni a városba, akkor azok jelentkeztek polgárőrnek. Na most azt tudni kell, hogy ezek az emberek ám úgy gondolták, hogy oda megyek, oda ütök, és akkor rend lesz. Hát ez, mivel törvény szerint ez nem működik, ezért hozták létre az Országos Polgárőrszövetséget, azon belül Megyei Polgárőrszövetséget, és a egyesületek alakultak, amelyeknek cégbíróságilag be kellett jelentkezni, működési szabályzatot létrehozni, és az alapján tevékenykedni. Szolá Tibor polgármester úr is a köszönet szavait tolmácsolta, kiemelve az önkormányzat és a szervezet jó együttműködését. Egy 25 éves születésnapon vagyunk most itt, ez egy emberöltőny születésnap. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú idő, és nagyon sok minden történt ez alatt, a hosszú idő alatt. Véleményem szerint is azon a testület is ezt a véleményt szokta megosztani, amikor akár a költségvetést fogadjuk el, vagy a polgárőrségével együttműködésnek a mikéntjéről tárgyalunk, hogy Hajdunánás közössége hálás lehet a hajdunánási polgárőrségnek. Egyrészről azért, mert egy olyan munkában vesznek most már 25 éve részt, ami szerintem azért a legfontosabb prioritások között van egy ember életében, az, hogy biztonságban tudhatja a családját, a maga életét, és az, hogy egy olyan közösségben élhet, ahol a közbiztonság az nem valami óhajtott jövőkép, hanem a jelenben is ott van. Szerintem ez nagyon fontos. Az, hogy ezek az emberek a saját szabad idejükből önzetlenül teszik ezt, ez meg különösképpen fontos. A jubileum alkalmából Hajdunánás város önkormányzata egy díszes zászlót ajándékozott az egyesületnek, amelyet Zsuga László elnök úr vett át. A zászlóra a települések vezetői és polgárőr egyesületei emlékszalagokat kötöttek. A polgárőrség és a rendőrség szoros együttműködésben végzi munkáját. Igazán jó eredményeket csak így lehet elérni. Erről szólt többek között Vince István, a Hajdunánási Rendőrkapitányság kapitányság vezetője. Nagyon szép eredményeket ért el a Hajdunánási Rendőrkapitányság az utóbbi időben, de mi nem tulajdonítjuk ezt a saját érdemünknek pusztán. Nagyon sok összetevője van annak, hogy ilyen eredményesek vagyunk, és anélkül, hogy ezt felsorolnánk tételesen, ugye a polgárőrségre beszélünk, ki kell emelni azt az áldozatos, ingyenes és önkéntes munkát, amit a polgárőrök elvégeznek a település biztonság érdekében. Azokat az eredményeket, amit mi elértünk az elmúlt időszakban, azt nem tudtuk volna elérni a polgárőr kollégáknak a segítségével, akár önállóan teljesítenek a város területén, szolgáltat akár rendőrséggel, rendőri állománnyal közösen. Egyébként együttműködési szerződés alapján dolgozunk, illetve gyakorlatilag formálisan hetente egyeztetjük a elvégzett feladatokat, értékeljük és kitűzzük a következő hétre irányadó feladatokat, de ezen felül egyébként informálisan gyakorlatilag szinte naponta értekezünk a polgárőrségnek a vezetőjével és az egyes polgárőrökkel. Úgy fogalmazhatnék, hogy nem csak jó, hanem kiváló a kapcsolat a két szervezet között. Kapitány úr a köszönő szavak mellé egy nagyon szép sárkányölő Szent György kisplasztikát ajándékozott az egyesületnek. Hogy még inkább eredményes legyen a helyi egyesületek munkája, ahhoz a települések együttműködése is szükséges. Emelte ki beszédében Tóth József, polgárváros polgármestere. Kapitány úr mondta, nagyon jó eredmények vannak statisztikailag is, és az emberek érzetében is a közbiztonság területén, de azt azért tudniuk kell, mindenkinek tudnia kell, hogy az nem véletlen műve,
az nagyon komoly munka, nagyon komoly együttműködésnek az eredménye a településeken belül, az önkormányzat, a rendőrség és a polgári egyesületek között, de szeretném arra is a figyelmet irányítani, hogy a járás nyugalma az a települések közötti együttműködésben is igazolható. Lám egy ilyen formon a járás valamennyi településén a polgári egyesületek részt vesznek, valamennyi település képviselteti magát, és valóban az együttműködés az álló annak, hogy az a hőnóhajtott vágy, hogy a térségünkben, a településeinken nyugalomban és biztonságban élhessünk, az együttműködés az álló. A szomszédos kis településen, Görbeházán szintén működik polgárőrség. Görbeházán is 2008 tájékán, ha jól emlékszem, akkor alakult a polgárőr egyesület, és én úgy gondolom, hogy a település életében, a település biztonsága életében ez egy jelentős mérföldkő, hiszen ők azok, akik önzetlenül szabadidejüket feláldozva, térítésmentesen szolgálják a település lakosságát. A munkájuk eredménye az, hogy évről évre kisebb a bűnügyi statisztika, tehát kapitány úr nemrég számolt be arról, hogy a bűnügyi helyzet Görbeházán a bűncselekmények száma nagyon-nagyon jelentősen csökkent, és a polgárőrség és az önkormányzat kapcsolata pedig kiváló, hiszen napi szinten vagyunk egymással kapcsolatban. Az ünnepségen jelen volt Tóth Attila, a Hajdú-Bihar megyei polgárőrszövetség elnöke is, aki köszöntőjében kiemelte a hajdunánási járás települései közötti példaértékű jó viszonyt. Ugye van itt egy nagy település is, több kisebb település is körülöttetek, és minden település, mind kicsi, mind nagy, fontosnak tartja az önkormányzata, hogy segítse a helyi polgárőr egyesületet. Természetesen ez nekik is érdekük, hogy rend legyen a településen, ez mindannyiunk érdeke, hogy rend legyen. Én azt látom, hogy mai világban olyan működés van már az igazságszolgáltatás területén a rendőrség részéről és a polgárőrség részéről, hogy megkerülhetetlen tényezők vagytok. És minden nap ne felejtsétek, hogy ti vagytok azok a személyek, hogy ingyen, térítésmentesen végzik ezt a munkát. Ti vagytok a napi hősök, a mindennapok hősei, és ezt jó lenne így megtartani. Ez a mai nap ez ünnep, és tényleg örömmel jöttem, és az is látszik, hogy milyen jó hangulat van itt, hogy ilyen sokan megjelentek. És eljöttek a polgármesterek és a települések első számú vezetői, kisebb települések, nagyobb település. Én ennek nagyon örülök, mint megyei elnök, mert látszik az, hogy megvan az összhang. Kapitány úr is beszélt arról, hogy a közbiztonság az több szereplős. Hát ugye elsődlegesen az állampolgár kell hozzá, aki tegyen meg mindent azért, hogy ne törjenek be a házába és vigyázzon az értékeire, de ugye ehhez kellenek a rendőrök, kellenek a polgárok és kell az önkormányzat. Ha ez a négy megvan, és az elmúlt időszakban Magyarországon ez megtalálható, akkor nincs probléma. Ténylegesen nagyon örülök annak, hogy ilyen jól szervezett és ilyen jól működő hajdulánási polgárosig. Ugye láttuk a korábbi elnököt, Anti bácsit, és láttuk a fiatalos rendülettel tevékenykedő elnök urat, Lacit. Én örülök tényleg, hogy egy fiatalabb elnökünk is van. A fiatalitással úgy tűnik, hajdunánáson nincs gond. Meséli Zsuga László, az egyesület elnöke, aki Ambrus Antaltól vett át a stafétapotot. Próbáltunk egy kicsit fiatalosítani, illetve törekvésünk az, hogy minél nagyobb részt tudjunk kivállalni a közbiztonságnak a javításán. Ezen dolgozunk a rendőrséggel, illetve az önkormányzattal közösen. Az önkormányzat a legnagyobb támogatónk, ezt köszönjük Szolár Tibor polgármester úrnak és jegyző úrnak is. Törekvéseink között még nagyon fontosnak tartom azt, hogy segítsük az időseket, meg bármiben, amilyen tudunk segíteni a társszervekben, akkor ott legyünk. 50 fő az aktív létszámunk, nyilván egyesületi szinten papíron többen létezünk, de nyilván mivel ezek önkéntes munkáról szól a polgáregyesület, ezt előre úgy tudjuk szervezni, hogy a munka után szabadidejükből végezzük a munkánkat. Jelenkeznek szolgálatra a kollégáink, illetve próbáljuk szervezni a egyes rendezvények alkalmákor a szolgálatokat kérések alapján, de legtöbbször ez önkéntes. Próbáljuk mindig a hétvégi esti időszakokra szolgálatok szervezését, mivel ezek olyan krónikusak, és ezzel javítva a lakosságnak a közbiztonsági érzetét. Hogy miért lesz valaki polgárőr, annak sokféle motivációja lehet, de általában meghatározó a saját közösségen belüli rend, biztonságvédelmének igénye. Így volt ezzel annó Dózsa Miklós is. Kentvárosban lakom, és abban az időben elég sok betörés, meg más egyéb bűncselekmény volt, és abban az időben még volt, ha emlékszik rá, szerkesztő asszony vagy a város, hogy szerveztünk Gödör Majálist, és akkor ott egy pár emberrel megbeszéltük, hogy
kellene egy csoportot alakítani, akik a kertvárosba próbálnak elébe állni, hogy ne legyen ilyen sok probléma. És hát ugye ezt azt javasolták, hogy ne csináljuk ezt így külön, önállóan. Ez van a polgárőrség, akinek ez a feladata, és csatlakozzunk a polgárőrséghez. Ez így is történt, és én azóta vagyok polgárőr. Mint a képsorokból is látszik, az egyesületekben szép számmal képviseltetik magukat a hölgyek is. Miért vállal önkéntes szolgálatot például egy 3 gyermekes édesanya? Kérdeztük Kónyáné Tógyerszilvijától. Hogy valamilyen okkal tudjuk segíteni ezt a kis közösséget, hogy bekerültünk ide 10 éve, és hogy részese legyünk valamilyen formátumba, és így gondoltuk ezt, hogy belépünk a polgárőr egyesületbe, meg hogy segítsük az idősebbeket is. Az egésznapos ünnepség hivatalos részének zárásaként Tóth Attila 6 hajdunánási polgárőrnek adott át megyei elismerő oklevelet. Ezt követően már a szórakozási, a jóízű beszélgetéseké volt a főszerep. No meg persze a bográcsokban főtt finom ebédé. Aztán egy kis időre ismét gyermekké válhattak a polgárőrök, hiszen mulattató, forfangos vetélkedőre is sor kerítettek a szervezők. A sokszínű szép nap, a dicsérő, elismerő szavak mellett végül álljon itt az elmúlt negyed század és a polgárőr munka summázata fél percben. Ez idő alatt, ahogy elmondtam, nagyon sok buktató volt, mert azért olyanok is akadtak, de nagyon sok élményünk volt. Azért, mert ezt már többször elmondtam, hogy amikor az ember megtalál egy kisgyereket, és azt átadja a szüleinek, akkor az ember meghatódik, és akkor érzi, hogy tényleg, amit csinálunk, annak van értelme. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai nánási krónika eddigi témái. A szociális szövetkezetek, a település marketing és a helyi értékek adták a fő témáját annak a nagyszabású szabadtéri rendezvénynek, mely Hajdunánáson valósult meg május 23-án. A délelőtt folyamán bemutatkoztak a régió szociális szövetkezetei, melyek termékeit a főtéren bárki megnézhette. Különféle életmentő szituációkkal, mentési gyakorlattal és eszközökkel ismerkedhettek meg az érdeklődők május 20-án a Hajdunánási Mentőállomás nyílt napján. A sok hasznos tanács mellett egészségügyi állapotukról is képet kaptak a résztvevők a szűrővizsgálatoknak köszönhetően. 25 éves fennállását ünnepelte a Hajdunánási Polgárőr Egyesület. A tagok már ennyi ideje vigyázzák városunk rendjét. A jubileum alkalmából Hajdunánás város önkormányzata egy díszes zászlót ajándékozott a szervezetnek. Város. Ahol minden év augusztusában megelevenednek a tradíciók, a középkor szépségei, a régi barátságok, a rettegett harcosok.
Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Szeretett Híd, a Hajdúnánesi Református Egyházközség hagyományos programján a diákok igéskártyákat osztottak, virágot ültettek, mosolyt, figyelmet, szeretetet osztottak. Népi ügyességi játékok és sporttevékenységek is várták a napsugárovisokat a családi és sportnapon. Maklári ünnepség névadójuk emléke előtt tisztelgett a Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye. Mezei futóbajnokságon versenyezhettek a környék leggyorsabb diákjai. Országosan mintegy 20 000 jelentkezővel zajlott a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok Szeretett Híd programja. Ehhez csatlakoztak az elmúlt héten a Hajdúnánási Református Egyházközség oktatási intézményei, hogy a fiatalok ezen keresztül is megtapasztalják, adni jó. Mindegy mit, igéskártyát, éneket, mosolyt, figyelmet, segítséget vagy munkát. A szeretet hidat emel. A Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok többnapos rendezvénye május 19-én volt a legeseménydúsabb. A református iskolások péntek reggeli áhítata nyitotta meg a napot. Gacsáig Gábor lelkipásztor vezetésével a gyerekek igét hallgattak, közösen énekeltek és imádkoztak. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Szabóné Martéva igazgatónő az ige hirdetéshez kapcsolódva adott útravalót a Szeretett Híd napján. Gyerekek, arra gondoltam, amikor arról beszélt az ügyfeletes bácsi, hogy a mosolyt és a szeretetet fogjátok vinni, és ezt angyali arccal tegyétek, hogy nektek arra is jelentőségetek lesz, hogy sok angyali arcot lássatok a mai napon. Mert figyeljétek meg, ha most mentek és viszitek az igéskártyát, viszitek Isten igéjét, viszitek a szeretetet, majd nézzétek meg azoknak az embereknek az arcát, akinek oda fogjátok adni. Angyali arcok lesznek. A közös öröm is a szeretet megnyilvánulása. A szokásos pénteki áhítatokon az iskola közössége előtt gratulálnak a különböző versenyeken jól szerepelt tanulóknak. Ez most is így történt. Ebben a csoportban, melyik a Szivárd János csoportban is jönnek. Egy kicsit, hogy önnyire. Dagusztiné Keserő Andrea volt az idén az iskola főszervezője a Szeretett Hídnak. A templomi áhítaton még egyszer ráerősített a feladatokra, ugyanakkor ő is megfogalmazta a program jelentőségét. És az apostolok cselekedeteiről írott könyvben több olyan történet is van, amely arról szól, hogy hogyan segítették az első keresztények azokat az embereket, akiknek rá szükségük volt rá. Gondozták a betegeket, támogatták a szegényeket, ingyen ételeket, szeretett vendégségeket tartottak, ingyen ételt osztottak nekik, és még az özvegyekről is gondoskodtak. A református egyház is, és minden más keresztény egyház nagyon fontosnak tartja ezt a szeretett szolgálatot, amely, mint mondtam, már az új szövetségben is megjelent, és ennek a folytatása ez, a program tehát megfelelő forgatókönyv szerint zajlott. Hagyományosan az osztályok különböző intézményekbe, hivatalokba látogattak el, ahová igéskártyákat és mosolyt vittek, illetve énekekkel melengedték meg a szíveket. Jót kívánunk ma neked e napon, szép napon, legyen áldott életed. Köszönöm, sok szerencsét nektek! De nem csak vittek, ők is kaptak. A polgármesteri hivatalban például megismerhették a dísztermet. Ez az épület, ami előtt biztosan minden reggel elmentek, vagy napközben is eljárhatok, ez egy 140 éves épület, Hadas Benyámin tervei alapján készült. A rendőrségen még új lenyomatot is vettek tőlük. Jó, és most mindenki felemeli az ujját, meg én meg. Tetszett ez a mutatvány? Akkor lájkoljuk, ugye?
Most jövök én a varázs pálcámmal, ugye rajta van ez a kis... Olyan, mint egy süli, ugye? Véghúzom a papírlapon, mert ugye ez egy por, ezt fogom, lefújom, és már ott sincs. A tűzoltók megengedték, hogy testközelbe kerüljenek az autókkal és a vízfecskendővel, vagy a védőöltözettel is. Másodikosok kiskamarakórusa három intézménybe is ellátogatott, hogy egyházi énekekkel tudja megörvendeztetni az idős lakókat, akik szemmel láthatóan szívesen fogadták a kicsik énekeit. Nincs elidek, ő a gazda, ő miénk kövéimi. Fogadják szeretettel a gyerekektől ezeket az igés kártyákat. Köszönjük szépen! Voltak idős lakók, akiknek a számítógép beüzemeléséhez, illetve kisebb házi tanfolyam tartásához adtak segítséget a gyerekek. A fürdő területét a cserkészek tisztították meg a gallyaktól. Környezetszépítés gyanánt óriási lelkesedéssel folytatódott a tavaly elkezdett betonkerítés festése a rajzszakkörösök segítségével. A legkisebbek, az óvodások csoportonként ültettek virágokat. Ez jó alkalom a tanulásra, nevelésre. Mert hogyha most elültettük, az elég lesz ennek a gyönyörű szép petóniának? Nem. Hanem minden nap, nagyon ügyes vagy mondtam, minden nap meg kell locsolni. A legnagyobbak, a gimnazisták az öreg alma mater körül vágtak bele a parkok rendezésébe. Ki gyakorlottabban, ki kevésbé, de mindannyian jó kedvel dolgoztak. Tessék, Zsani! A fűnyíró is csak beindult egy kis noszoktatásra. A gimnáziumi szeretethit szervezését Kocsis Áron lelkipásztor, iskolaigazgató helyettes vállalta fel. Azt gondolom, hogy ezek az önkéntes programok, ezek mindannyiunk számára olyan plusz erőforrások lehetnek, amelyek nem az elfáradásról szólnak, nem arról, hogy mennyit kellett görnyedni, esetleg izzadni, hanem sokkal inkább azt, hogy valamit tettünk. És az általános iskolai programokkal együtt, a gimnázium programjaival, de akár a más hitoktatásban résztvevő gyermekek részvételével is olyan események zajlanak, amelyek hisszük és valljuk, hogy egymással való közösségünket is erősebbé teszik, a város közösségét is erősebbé teszik, és akkor ezek a hidak, amelyek épülnek, akkor összeérhetnek majd egyszer. És valóban ezen a napon mindenki az angyali arcát tudta megmutatni. Azok is, akik énekeltek,
igéskártyát osztottak, vagy különböző munkálatokban vettek részt, de azok is, akik elfogadták a közeledést, a szeretetet, és valamilyen módon viszonozták azt. Igazán fontos lenne, hogy ez a híd az év minden napján épüljön. Népi játszótérré változott a Napsugár-óvoda udvara május 16-án. A sport és gyermeknapra a szülőket is várták, így csemetékkel együtt próbálhatták ki a különböző hagyományőrző játékokat. Ezen kívül sportbemutató, ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetoválás és zenés műsor is várt az óvisokra. Gólya viszi a fiát, ezt a nevet viselte a Napsugár-óvoda sportnapja, ami egyben gyermeknap is volt. A programra a szülőket is várták. A gyerekeket reggel pereccel és kakaóval kínálták. Amikor ezt elmajszolták és mindenki feltöltődött energiával, elkezdődött a kötetlen délelőtt, ami a mókáról, az önfelett játékról és a sportról is szólt. A gyerekek az óvoda udvari játékai mellett hagyományos játékokat is kipróbálhattak. Ezek a hagyományőrző népi játékok, amellett, hogy a régi idők hangulatát idézik fel, fejlesztik a gyerekek mozgás koordinációját, kézügyességét és koncentráló képességét. Ilyen játékokkal ma már csak ritkán találkoznak, így igazi kuriózó volt számukra, hogy az óvoda udvara erre a napra népi játszótérré alakult át. Volt itt karikadobáló és golyós labirintus, amit szülői segítséggel ügyesen megoldottak a gyerekek. Népszerű volt a lengőteke is. Az óvisok kipróbálták a diótörést és még sok érdekes játékot. A sportnapra meghívást kapott Pál Kovács Szabolcs személyedző is, aki egy népszerű edzésformát, a crossfitet ismertette meg a gyerekekkel. Az óvisok például kipróbálták, hogy milyen erő kell ahhoz, hogy megfeszítsenek egy gumikötelet. Előkerült a koordinációs létre is, ami a gyorsaságot és ügyességet fejleszti. Az óvis programra a nánási portéka is készült. Aki megéhezett vagy megszomjazott, megkóstolhatta az ízletes lekvárokat és szörpöket. Az óvonénik is készültek egyéb ügyességi játékokkal. Ezen a folyosón például egy labdát kellett végigvezetni seprűvel. Közben az arcfestésre is jelentkezhettek azok, akik valamilyen állatbőrébe szerettek volna bújni. Egy másik állomáson különböző mintájú és színű csillámtetoválást kérhettek a gyerekek. A családi nap Muzsikás Péter gyerekműsorával folytatódott. A gyerekek sokat nevettek a műsor alatt, sőt a hangszereket is kipróbálhatták. Jobban, jobban, véget ér a mai utazás, most elbúcsúzunk. Vidd haza a sok élmény és a jó kedvet, mert ha szomorú lennél, akkor is csak ezt éneklen.
Hajdúnánás országos hírű karnagya, Maklári Lajos emléke előtt tisztelegtek május 23-án. A hagyományos maklári ünnepséget a karnagy nevét viselő Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye szervezte. Városunk becsült karnagya, 127 éve született Maklári Lajos emléktáblája előtt tisztelegtek a tantestület tagjai és diákjai a Bocskai Általános Iskola Iskola utcai tagintézményében. Maklári Lajost 1922-ben választották a város karnagyává. Kántorként, tanítóként, zenepedagógusként a mai napig meghatározó zenei életet adott az intézménynek, s városunknak egyaránt. Az ő munkássága előtt hajtottak fejet. A művészeti tagintézmény vezetője, Bistei Attila köszöntőjét követően a Bocskai Iskola vezetése és diákjai helyezték el az emlékezés koszorúit. Az ünnepséget Csiszár Milán zongora játéka kísérte. Valéria tanárnő helyezi el a zeneművészeti ág és tanszakainak megemlékező virágcsokrát. Maklári Lajos 55 éven át tanította a dalos kedvű ifjúságot. Kórusaival számos versenyen vettek részt, ahol elismerésre méltó helyezéseket értek el. Munkásságát karnagyi különdíjakkal és díszplakettel is elismerték. Kodály Zoltán elismeréssel jeléül társkarnaggyá választotta. Diákjai csodálták tudását, műveltségét és emberszeretetét. Ezt követően az ünnepi megemlékezés a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló ifjúságának színes, kulturális műsorával folytatódott a Városi Művelődési Központ színház termében. A műsort trombita szó nyitotta meg. Balogh Zsigmond Maklári Lajos életútjáról és munkásságáról beszélt. 1920-ban került Hajdúnánásra református kántorként. 40 éven át végezte ezt a tevékenységét. Emellett kórusvezetőként, karnagyként dalárdákat szervezett Hajdúnánáson. Többet is volt, amikor 6 dalárda is működött. Ezekkel a kórusokkal a két világháború között országos díjakat szerzett. A Bel Canto kórus tagjai gyönyörű énekhangjukkal emlékeztek meg a karnagyról. Ünneplő vendégek többek között megtekinthették az Aranyvesző néptánccsoport, valamint Barna Anikó Vas Lajos nagydíjjal és Aranypáva díjjal kitüntetett volt citerásunk műsorát is. Mindemellett több trombita, zongora, fuvola és gitárjátékot is hallhattak.
Deák Kristóf Oscar-díjas rövidfilmjének a Mindenkinek egyik legfelemelőbb pillanata, amikor a gyerekek a végén eléneklik Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét. Az ünnepi műsor lezárásaképpen ez a dal csendült fel az Oscar előadásában. Összesen 4 korcsoportból több mint 150 diák versenyzett a Bocskai iskola tavaszi mezei futóbajnokságán. A legkisebbek 500 métert, míg a legnagyobbak már 2000 métert futottak a célig. Több mint 150 diák várakozott, hogy megkezdje a futást a műfüves pálya mögötti területen. Köszöntelek mindenkit a mezei futóbajnokságon. Kicsit elcsúsztunk az idővel, mert sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de hál' Istennek most szép napos idő van. Az idei versenyen a szervezők egy teljesen új pályát jelöltek ki a versenyzőknek. Eddig a műfüves pályát is meg kellett kerülniük, most azonban biztonsági okokból a pálya mögött jelölték ki a versenynyomvonalát a szervezők. Azért lett módosítva az idén a pálya nyomvonala, mert az eredeti nyomvonal az eléggé gödrös-gödrös volt, és nem szerettük volna, hogyha a gyerekeknek eltörik a bokája, és balesetet szenvednek. A gyerekekkel az új pálya nyomvonalát és a verseny szabályait is ismertették. A legtöbb versenyző az első korcsoportban állt rajthoz. Nekik 500 métert, azaz egy kört kellett teljesíteniük. Először a lányok kezdték a versenyt. A 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben születettek korosztályában a fiúk folytatták a versenyzést. A második korcsoportban, vagyis a 2006-os, 2007-es születésűeknél szintén a lányok kezdtek. Nekik már 1000 métert, azaz 2 kört kellett lefutniuk. A fiúknál ugyanez volt a táv. A verseny területi megmérettetésnek számít, így érkeztek versenyzők Újtikossal és Görbeházáról is. Az első 2 korcsoport versenye után az eredményhirdetés következett. Az előző évektől eltérően most nem oklevéllel, hanem éremmel díjazták a 4., 5. és 6. helyezetteket is. Minden gyerek szereti, hogyha érmet kap egy versenyen, és próbáltuk a 4., 5., 6. helyezettet is ezzel motiválni. Eddig oklevelet osztottunk, és most úgy döntöttünk, hogy ők is érmet kapnak. A mezei futóbajnokság a 3. korcsoportos lányok versenyével folytatódott. Nekik már 3 kört, azaz 1500 métert kellett megtenniük. Ahogy nőtt az életkor, úgy csökkent a résztvevők száma is. A fiúknak ebben a korcsoportban szintén ugyanennyi távot kellett megtenniük. Az utolsó 4. korcsoportban a fiúk és lányok együtt álltak rajthoz, de külön díjazták őket.
A lányoknak az előző korcsoporthoz hasonlóan 3 kört kellett megtenni, a fiúknál viszont nehezítettek, itt már 2000 méterrel, vagyis 4 kör megtételével teljesítették a távot. A verseny végén itt is eredményt hirdettek. A bocskai iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a testmozgásra és igyekeznek népszerűsíteni a sportokat. Erre remek alkalom volt a mezei futóverseny is, de a közeljövőben más sporttal kapcsolatos programot is szerveznek a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával. Június 12-én a Városi Gyógyfürdő területén fogjuk tartani sportág választó rendezvényünket, a Mozgás legyen a tied címmel. A felsős gyerekeket fogjuk vendégül látni, és nagyon sok sportágat mutatunk be nekik. Többek között a teniszt, asztali teniszt, úszást, búvárkodást. Reméljük, hogy Hajdúdorogról a Szent Bazil Oktatási Központból fognak érkezni lábtollabdások is, hiszen a Diák Olimpián nagyon szép eredményt értek el. Kendósok, karatésok, birkózók, kajakosok, gimnasztrádások fognak érkezni. A Phoenix Fusion is fellép ezen a rendezvényünkön. Mazsorettek is bemutatkoznak a sportág választón. És természetesen a focisták, a kézilabdások, valamint aki érdeklődik a lovaglás iránt, őket csoportokba fogjuk majd kihozni Zsugazsanyának a lovardájába, és akkor ők is bővebben érdeklődhetnek a lovaglással kapcsolatosan. Erre a programra tehát kimondottan a felsősöket várják. A cél az, hogy minél több sportágat megismerjenek és kipróbáljanak a gyerekek. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. A szociális szövetkezetek, a település marketing és a helyi értékek adták a fő témáját annak a nagyszabású szabadtéri rendezvénynek, mely Hajdúnánáson valósult meg május 23-án. A délelőtt folyamán bemutatkoztak a régió szociális szövetkezetei, melyek termékeit a főtéren bárki megnézhette. Különféle életmentő szituációkkal, mentési gyakorlattal és eszközökkel ismerkedhettek az érdeklődők május 20-án a Hajdúnánási Mentőállomás nyílt napján. A sok hasznos tanács mellett egészségügyi állapotukról is képet kaptak a résztvevők a szűrővizsgálatoknak köszönhetően. 25 éves fennállását ünnepelte a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület. A tagok már ennyi ideje vigyázzák városunk rendjét. A jubileum alkalmából Hajdúnánás város önkormányzata egy díszes zászlót ajándékozott a szervezetnek. A Hajdúnánási Református Egyházközség oktatási intézményeinek diákjai is csatlakoztak az Országos Szeretett Híd programhoz május 19-én. Több intézményben, hivatalba látogattak el, rendezték a fürdő területét, virágot ültettek, szépítették környezetüket. Gólya viszi a fiát címmel rendezték meg a Napsugár óvoda családi napját május 16-án. A rendhagyó délelőttől a gyerekek kipróbálhatták a népi játékokat, ügyességi feladatokat oldottak meg, végül egy szórakoztató interaktív zenés gyermekműsor is várta az óvisokat. Ünnepi műsorral tisztelettek a Bocskai Általános Iskola Maklári Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézményének diákjai, a Hajdúnánás országos hírű karnagya Maklári Lajos emléke előtt. A megemlékezést május 23-án tartották. Több mint 150 diák 4 korcsoportban versenyzett a Bocskai Iskola mezei futóbajnokságán. A versenyre a hajdúnánásiakon kívül érkeztek Újtikosról és Görbeházáról is versenyzők. A mai Nánási Krónika végéhez értünk. Én munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!